hívnak, és az Ircire Ulianta Múzeumban Maluca székét fogunk készíteni. A szerszámokat, amiket használni fogok a Luca székkészítéshez, azokat a Bakony Béli mesteremtől kaptam kölcsön. Szeretném is megköszönni, hogy erre az alkalomra odaadta őket. Rész Pista bácsi, a Bakony Béli fanműves. A szerszámok többsége az tőle származik. Van egy keretes fűrészünk, ezzel fogjuk méretre vágni a fát. Ez egy faragó kés, ezt én használom, mert faragó vagyok. Nem feltétlenül szükséges a feladathoz, de jó, hogyha közelben van. Ez az úgynevezett unókés, ami a vonyószékkel együtt használatos. Azt majd már fogjuk látni, hogy hogyan működik. Van egy simító, ezzel lehet gömbölyíteni. Tulajdonképpen egy íves vonókés. Van egy asztalos vésőm, egy súlykom. Ezt úgy hívják, hogy keresztfúró. Ugye ma fúrónak mondanánk, és ezeknek az ottani elnevezései az kicsit tájjellegű, úgyhogy ők fúrónak nevezik. Ez pedig egy cigányfúró. Fúró élezéséhez van egy gömbölyüresztelőm, egy finom fenőkövem és egy faderékszög.